Sziasztok, Robin vagyok, és hagyj mutassam be a következő 5 számát a kockás képregénynek. A 21. számtól egészen a 25-ös számig. Ez lenne a 21-es. Kogán. Panda tigris. Hűha. Ott a tigris. Na. Jó. Duci tigrissel van dolga. Kogannak. És a következő a pifú, hűsítő jégkockák. Utána kaland Borneón. Szerintem a Dr. Justice olyan ismerős. Ez jó hosszú történet. Ez ilyen akciós kaland. Ez majdnem hasonló az Indiana Joneshoz. Következő a Leo, az eredeti ötlet. És ez csak egy. Ez reklámhelye, én szerintem, vagy vicc. Taraó. Végre. Az emberek nyomában. Hát jól megölte. Nem semmi. Taraó után jön Pif, a múmia visszatér. Története. És ez lett így az utolsó történet ebben a számban. Megépíti a nem tudom mit. Most jön a 22-es szám kockásnak. A bűvös szekrény. Címet használó.
PIF történet, PIF és Herkules történet. Úgy látom, hogy a középkorban landoltak. Méghozzá a lovagok korába. Na, itt már őskorban vannak. Meg indiánok. És a spanyolok korában vannak. Ez jó hosszú történet, nem hittem volna. Egyiptomban vannak. Múmiaként visszatért Herkules. És itt van a következő, mindenki nagymamája címszót. A kis csavargók otthona. Ez is ilyen kaland történet. És utána a tuba. Címet használó kis történet. És hát ez elég gyors volt, ez a 22-es szám. És akkor itt van az indián, aki megijeszti Piffet. Na, a 23. szám a kockásnak. Kogan ismét, Kogan története. A komodói sárkányok címet. Ja. Ez ilyen rövid történet volt. Utána a fantomkép. Címet használó kis történet jön. Római korban játszódik, úgy látom. És hát vége is van. Most újabb Herkules történet, a fehér kenguru lesz. Hm.
Ott a fehér kenguru. Csapdába akarják csalni. Utána a vakarcsa királyi hintó. Kis történet. Na, tényleg elég kicsi volt. Kutyafa humor. Na, nézzük, mi van itt. Újabb Pif történet, Pif és Herkules, a professzor. Be van öltözve Pif. Itt a történet vége, és akkor a másik oldalán forma 1. Babakocsikkal. A felfedezők. Újabb Herkules kaland. És úgy látom, hogy vikingek is vannak benne. Utána Dr. Justice, bárka a tengeren. Szegény gyerek hánykolódott jó sokáig. Ez is ugyebár akciós és kaland történet. Ez a Dr. Justice. És akkor Pifu egy oldalas története, és utána Pepe bácsi mesél. És ez lesz az utolsó. Huszonharmadik szám. Itt van Herkules a hódító. Na, mindjárt nézzük a következő számot. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy van. Itt van. Ez a 24-es kockás képregény. Rahan, a totem fa szelleme. Húha. Hú, hát elég színtelen ez a... történet. Egy fakó. Hú, megtámadja a vízi szörny őket, és egy ilyen ragadozó halszerű. Azért ez is egy ilyen kalandos, ősemberes. Történet.
Ja. Ez elég hosszú történet. És már végig is volt. Vakarcs a csodakútnál. Hú, milyen robot sárkány. Hú, és jön ki belőle, nem semmi. Rejtvény, fejtegetés, aki szeretné. És van a Ben bíró élete. Vagy ítélete, bocsánat, elnézést. Ez ilyen westernesnek tűnő. A vadnyugaton játszódó történet. És utána az utolsó történet, a Spiff, a csoki sugár. És itt a vége a 24-esnek. Ó, itt van a sok ilyen ragadozó hal, akik megtámadják Rahant. És az utolsó szám ebben a részben, most elég részletes volt, 25. része a kockásnak, és itt van egyből Arthur és az időgép. Ez is egy ilyen időutazós történet. Herkules az intelligens. Meglátszik. És utána pedig Placid és Múzó a vendég. És utána egyből Taraó. Három nagy találkozás. Meggyógyítja a sérültet. Legalábbis úgy látom. Jó lenne ebből azért újra az új kockás képregényekből ilyen újabb történetek Taraóról. Gondolom, ti is szeretnétek folytatást, vagy akár Rahanról, vagy Dr. Justice-ról újabb ilyen kalandokat látni. Az nagyon jó volna. Megint egy Piff és Herkuleses. És van lent egy ilyen reklámhelye. Kogan, a Mississippi kalózai. Hú, ez ilyen nagyon jó kis kalózos történet.
Hát igen. Egyébként szerintem a Mississippi-n is vannak kalózok. Úgyhogy elég veszélyes ott menni. Pifú, ismét egy egyoldalas története, és utána a Vakarcs hírszolgálata. És ez lesz az utolsó része. Egy története. Nem? Még van egy. A riasztó. Azt hittem már, hogy ez lesz az utolsó. És még itt van egy útmutatás. Biztosítás, biztonság. És mezei virágkarnevál. Na, és ez lett így az utolsó 25. kockás. Új jó fejbe kólintja Herkulest, meg Piffet. Na, és ez lett volna így a kockás képregények bemutatása 21. résztől a 20-asig. Vagyis, hogy a 21-es résztől a 25-ös részig. Remélem. Tetszett a videó, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!